Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Megkezdődött a farsangi szezon Bátaszéken. Ezúttal a Mózsú Egyesület tartotta meg zenés jelmezbáját a településen. Markó Zsuska és az élő harmonika hangja töltötte be a szobát a Mózsú Egyesület farsangján, ahol önfeledten táncoltak, csúszdáztak, ugráltak a méhecskének, katicabogárnak, pókembernek és királynának öltözött apróságok. Bakó Makai Marian cica jelmezbe bújt 2,5 éves kislányával, valamint testvérével, barátnőjével és az ő gyermekeikkel érkezett a farsangi bárra. Azt mondja, nagyon szeretnek a Mózsú Egyesület foglalkozásaira járni. Dórának sikerült feloldódnia a gyermekek között, így az óvodába való beszoktatás is könnyebben megy majd, legalábbis ezt remélik. Nagyon szeretünk idejönni, nagyon jó a kapcsolat az óvodával, és az óvonőként dolgozom én is. Hallottunk már ugye korábban az óvodában a Mózsú Egyesületről, csoportok járnak ide foglalkozásokra, zenés műsorokra, és nagyon jó a azt gondolom, mielőtt óvodába kerül a kislány, hogy kapcsolatban legyen a gyerekekkel, hogy könnyebb legyen a beszoktatása. Veselünk, énekelünk, mesélünk. Néztünk korábban jelmezeket, hogy melyik tetszik neki, melyik nem. És a cicákat egyébként is szeret, úgyhogy nem volt nehéz rábeszélni, hogy ezt válaszza. A farsangi mulatságon azért előkerültek a kicsik kedvenc játékai, majd a közös éneklés, mondókázás következett. Ma farsang van. Valahol mindig, minden évben feltesszük a kérdést, hogy gondolkodjunk ezen, vagy tartsuk neki, hiszen oly kicsik még. És ezek a picik nehezen bújnak bele más bőrébe. Ők még a sajátjukba kezdik ismerni önmagukat. De a szülők kérése mindig az, hogy próbáljuk meg. Megpróbáltuk, itt vannak. Aranyosak. A Mózsú Egyesület tagjai hetente összejönnek, hogy eltöltsenek közösen egy kis időt hasznosan. Egy visszatekintő, összegző időszaknak láttam a lehetőségét. Elég régóta, tehát akkor, amikor nyugdíjba mentem, akkor alakult meg az Egyesület, és annyi minden történt azóta. És a gyerekek már általános iskola negyedik osztályába járnak, és úgy gondoltam, hogy itt a farsang kapcsán a képeket nézegetve érdemes lenne visszatekinteni, mert bizony van már múltunk, és bízom benne, hogy jó hírlevünk. Ha vannak azok a gyerekek, akik az anyaölből szeretnének már kitekinteni, érzik a szülők is, hogy keresik a közösséget, keresik a társakat. Hát a bölcsőde még nem tudja fogadni, óvoda nem tudja fogadni, de van ez a játszóház, ahova el lehet jönni, ahol játszani lehet szabadon, idő és egyéb kötöttség nélkül, akkor jönnek, amikor szeretnének, akkor távoznak, amikor szeretnének. Egy meghatározott napon van természetesen, és a délelőttnek egy szakaszában, de azon belül teljes a szabadság. A felszereltségünk rendkívül jó, célirányosan fejlesztő játékokat vásároltunk, nagyon jó a szakmai felkészültség, tehát a gyógypedagógustól, gyógytornásztól, csecsemőgondozótól, óvónőtől kezdve a szakértelem is együtt van és együtt működik. A hagyományok ápolását fontosnak tartó egyesület vezetője azt mondja, nagyon jó viszonyt sikerült kialakítaniuk a helyi óvodával. Egyik évben a szülők szóltak az óvodába, hogy sok volt abban a csoportban, aki a Mózsúba járt. Az a kérésük, hogy gyerekek visszavágynak, hadd jöjjenek el egyszer-egyszer játszani. Számomra ez óriási öröm volt. Ezen kívül együtt vagyunk a doktornő rendelőjével, közös a belépünk, és a szülők mesélik, hogy ahányszor jönnek, annyiszor szeretnének ide bejönni, és ha már okosodnak, akkor csak úgy megjegyzik, hogy ez a Mózsú szoba. A szervezet csak nem 10 éve jött létre azzal a céllal, hogy segítsenek az óvoda előtt álló gyermekeket beszoktatni a közösségbe, miközben a szülők is ki tudnak egy kicsit kapcsolódni. Ebből némi ízelítőt is kaphattunk a farsangi mulatságon. Mindenkinek csodásra jelmezek. Aki befújt, letakarjuk.
A Mózsú Egyesület emellett nagy hangsúlyt fektet a kicsik képességeinek fejlesztésére, és természetesen segítenek a szülőknek a tudatos nevelésben is. A célja az Egyesületnek a szabadidő hasznos eltöltése és a korai fejlesztés lehetőségeinek a kiaknázása. A szakember jelenlét nagyon sokat számít. Amit fejlesztünk, a mondókázás, az éneklés, a ritmus, az ütem vérévé váljon a gyereknek, mert ennek a megléte a későbbiekben nagyon sok mindennek a támogatójává válik és segítőjévé. A mozgás korlátozottságnak a kiszűrése ebben a korai időszakban rendkívül jó. A gyógytornász ezt látja, tudja és tud tanácsot adni. A gyógypedagógus pedig nagyszerű prezentációt is, tehát elméleti anyagot is készít a szülőknek, amit itt közösen bemutat, megnézünk és tanulunk belőle. A farsangi mulatságon természetesen előkerült a konfetti és a lekváros fánk is. A farsang jeles esemény a bátaszéki óvoda életében is, ami idén is tartogatott némi meglepetést a kicsiknek. Nézzük csak! Péntek délelőtt a megtelt táblát is kitehette volna a bátaszéki óvoda. Izgatott szülők, nagyszülők tömege vette körül a maskarába bújt óvodásokat az intézmény aulájában. A gyerekek kissé megszeppenve vonultak fel, de a körtáncok, a közös éneklés feloldotta a kicsik izgalmát. Igazán kreatív megoldásokkal is találkoztunk a farsangi jelmezek között. Volt itt poklócból kialakított csigaház épp az egyik óvónő hátán, még egy másik pedagógus apácának adta a fejét. A gyerekek között pedig lehetett látni szellemet, kalózkapitányt, sárkányt, csontvázat, sőt még egy hastáncost is. A 6 éves Jázmin nem szokványos jelmezt öltött magára, amin a nagyszülők is kiélhették kreativitásukat. Jázmin nagymamája azt mondja, a gyerek napok óta lázban égett már, annyira várta a farsangi mulatságot. Angyalkát választotta az idén, hát most nem tudom, mi választotta, most az jött soron. Az óvodás farsang minden évben egy jelentős esemény, amelyre hosszan készülnek az intézményben. Már előző héten elkezdtük a készülődést, a gyerekek akkor farsangi dalokat, verseket, mondókákat tanultak, és ez adta tulajdonképpen az aulában látható csoportmunkáknak az alapját, a késztetését. Nagyon szép munkák születtek. Aztán a hét elején, szerdán, a 3 német nemzetiségi csoport egy német dalt, német játékos dalt tanított itt az aulában a gyerekeknek. Aztán a következő nap a gasztronómiájé volt, meghívtuk Náni nénit, aki fánkot sütött itt nálunk az óvodában, meg a csoportok is hoztak fánkot. Ki kell emelnem a szülői segítséget, úgy a fánkészítésben, úgy abban, hogy ez a mai nap is így ki tudott alakulni, össze tudott jönni. Ez a mai nap, ez a koronája a mi farsangunknak. Egyrészt nem előtt tartottuk azt, hogy a csoportok külön-külön is maguk is farsangoljanak. Ugyanakkor ez a közös farsang, ez nagyon-nagyon jó lehetőség a közösségépítésre, a közös élmények megszerzésére. Egyszer csak váratlan vendégek toppantak be a farsangi bárra. A busók a kicsik legnagyobb rémületére, ott a szemük előtt öltötték magukra hatalmas szalmával kitömött ruhájukat, fejükre fából faragott, birkabőr csuklyás állarcot húztak.
Előkerültek persze a kereplők is, majd táncolni kezdtek. Ez az ötlet megint csak a szülőktől jött, az ő kezdeményezésük, az ő ötletüket ragadtuk meg, és nagyon örültünk ennek a vállalkozásnak. Amikor tanulják a dalokat, verseket, akkor természetesen elmagyarázzuk, elmondjuk az ő szintjükön, ők ezt meg is értik, hogy mi ennek a lényege. És nagyon-nagyon fogékonyak, már tényleg régóta lehetett hallani a kis hangokat, hogy majd ő ebbe öltözik, abba öltözik, ez lesz, az lesz. Tehát ez nagyon nagy ünnepe, nagyon nagy hagyománya egyrészt a mi óvodánknak, meg hát az óvodás gyerekeknek. A farsangi mulatság nem ért véget a felvonulással, a kicsik átöltöztek, majd az udvaron várták, hogy a busók megjelenjenek és előzzék a telet. A gyerekek csillogó szemmel idézték fel, hogy mit élveztek a legjobban az idei farsangon. Nincs annál izgalmasabb, mondják, mint ennyi ember előtt jelmezben felvonulni. Minek öltöztél? Tündérnek. Tündérnek? És a busók hogy tetszettek? Milyen volt a busójárás? Jó. Végül a busók is megérkeztek, és az utca népét riogatva felvonultak Bátaszéken a gyerekek legnagyobb örömére. A 32. alkalommal rendezték meg a Géza napi megyei versmondó versenyt a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban, amire Tolna megye több pontjáról érkeztek gimnazisták. A verseny idei témája a természet és az ember kapcsolata volt. Kezedbe lettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Köppencei Csanád, Petőfi Sándor Tiszteljétek a közkatonákat című költeményét, és Vörös Sándor Kutya című művét adta elő a Bátaszéki versmondó versenyen, aminek a témája az idén a természet és az ember kapcsolata volt. A Kutya című verset azért hoztam, mert a természet ennek a versenynek a témája, és arra gondoltam, hogy ezt a verset már korábban is mondtam, és ez passzolna ide. A Petőfi Sándor verset pedig nagyon szeretem. Azt is már mondtam korábban, és azt hiszem, hogy nagyon passzol hozzám, és gondoltam, hogy akkor azt is elhoznám. Általános iskola alsó tagozatában már voltam szavalóverső, és azóta minden évben megyek egy párra. Pályáként nem ezt néztem ki magamnak, egyszerűen csak egy hobbiként űzöm, szavalok, későbbiekben nem tudom, hogy mi lesz belőle. Volt-e már, hogy megnyertél versenyt? Volt többször. Alsóban nem nagyon, meg később kora felsőben nem hoztam el nagyobb helyezéseket. Aztán most tavaly előtt elkezdtem ilyen első-második helyeket elhozni, vagy hát szerezni, úgy mondom inkább. A bonyhádi gimnazista választása és előadásmódja úgy tűnik nyerőpáros volt. Köppencei Csanád nyerte meg a versenyt, és a közönség díját, az úgynevezett Balogh Viktor emlékdíjat is ő zsebelhette be. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondja, a versmondó megítélésénél legalább olyan fontos a szép artikuláció, vagy éppen azt, hogy a kiválasztott irodalmilag értékes mű illeszkedjen a versenyző értelmi, érzelmi fejlettségéhez, mint azt, hogy ne hagyja a szünetet a versorok között. Fontosnak tartjuk mindenféleképpen a versválasztást, hogy azért érzelmi-értelmi fejlettségnek, a személyiségének megfelelő verset válasszon valaki, és hogyha mondjuk olyan dolgokat is figyelembe vesz, hogy ő neki mondjuk milyen a hangja, vagy milyen az egyénisége, mi passzol hozzá, akkor természetesen mi ennek is örülünk. A mű irodalmi értékét én mindig szoktam azért hangsúlyozni. Szeretjük azt, legalábbis a szakmai zsűri szereti azt, hogyha igazi értékes irodalmat hall, nem pedig valami ilyen pongyolát, mert azért tudva lévő, hogy a világhálón keringenek olyan versnek csúfolt sokszor szövegek, amelyekkel találkozik az ember egyébként viszonylag komolyabb versmondó versenyeken is. Erre mindig föl szoktuk hívni a figyelmet, hogy lehetőség szerint azért irodalmi művet válasszon valaki. A művészi beszéd, illetve a technikai eszközök szintén fontosak. Figyeljük az artikulációt, a megfelelő ritmust, a beszédhibák súlyát, a tányelv indokolt preferálását, vagy éppenséggel elvetését, de fontos a légzéstechnika, az ütem, a hangsúly, a hanglejtés, a sorátívelések. Mindig elmondom, hogy nem sorokat közlünk, hanem gondolatokat. Sokan abban hibába esnek, hogy megtorpannak a sorok végén. Erre is föl kell hívni a figyelmet, de alapvető hangsúlyozási problémák is előfordulhatnak. Tudva lévő az is, hogy a magyar nyelvben a jelző kapja a hangsúlyt, és nem a jelzett szó. Egy kezdőversmondónál például előfordul, hogy erre is föl kell hívni a figyelmet. Ezen kívül pedig nyilván
nyilvánvalóan a művészi teljesítményt is nézzük, hogy mennyire érzi, érti, de érzékelteti és érteti a versmondó, hogy mennyire szuggesztív, hogy mennyire tudja átadni azt az érzelmi és értelmi üzenetet, amelyet mondjuk a szerző közölt. De fontos a kisugárzás, a pódiumi viselkedés, sőt, sokszor az öltözködés is, és a nonverbális kommunikációs eszközök használatát is figyelni szoktuk. És vannak, akik előre sietnek, és nekivágnak egyedül újra. A 32. alkalommal megrendezett Gízanapi megyei versmondó versenyen idén 12-en vettek részt. Köppencei Csanád mellett díjazták Csizmazia Dóra és Katona Anna az első Béla gimnázium tanulóinak előadását. Radnóti Miklós az Égi Vándor dala, illetve Bella István Ánimáni Messzenész című versét hoztam el. Számomra ez így a sportban is segít, ugyanis ez egy előre visz mindenben, mindenbe támogat, mindenbe pozitívat nyújt, és szerintem ez bármire ráegyeztethető, hogyha valaki éppen zenél, akkor arra, ha valaki éppen fut, akkor arra, ha valaki éppen csapatsportot űz, akkor arra, szóval ez szerintem bármire, és engem nagyon megfogott ez a vers. Ez már a 11. év, hogy verset mondok. Az első versmondó versenyem az Pakson volt, és ott aranyminősítéssel tértem haza, és azóta minden versenyen minősítéssel térek haza. A zsűri 3 külön díjat osztott ki, melyet Nagy Zsófia, a Szekszádi SC vendéglátó szakképző iskolájának növendéke, valamint 2 gézás tanuló érdemelt ki, méghozzá Szabó Noémi és Szabó Bálint. Közel 100 iparos vett részt a hagyományos iparos bálon. Az iparosok bátaszék történetének fontos részét képezték, és ma is létszámokat tekintve meghatározóak a város életében. Bátaszéken ma is megközelítően 100 iparos dolgozik. Ezzel ők a város leginkább meghatározó közössége. Ennek megfelelően az iparosok bálja kiemelkedő társadalmi esemény. Bátaszék egész történetében meghatározó szerep jutott számukra. Volt idő, amikor a helyi, elsősorban német ácsok és asztalosok nagy számban dolgoztak például Törökországban, Atatürk meghívásának elegettére. Természetesen az iparosok számára kiemelkedően fontos volt az ipari jellegű rendezvények tartása, amelyek elsősorban szaktanfolyamokat, szakvizsgáztatást, szakelőadást, ipari kiállítást jelentett. Bátaszéken 1925-ben 309 önálló iparos tevékenykedett. 1948-ban az ipartestület 435 bejegyzett tagot számlált, amelyek között legnagyobb számban cipészek, fordászok, kovácsok, asztalosok, kőművesek, sütők és kötőszövők szerepeltek. Minden időnek megvolt a maga gondja. Ma elsősorban a szakember hiány jelenti a legnagyobbat, mondják az érintettek. Az öreg iparosok azok tartják, próbálják tartani a hagyományokat. Fiatalokat elég nehéz bevonzani, de próbáljuk. Azért próbálunk rendezni ilyen összejöveteleket, egy összetartó, úgy mondom, bált rendezünk, hogy a hagyományokat, az iparosságot őrizzük és fiatalítsuk. Próbálunk minél több rendezvényt összerakni, most értek olyan, hogy szakmáznapokat, szakmázbátaszéken, vagy épp különböző helyeken, különböző szakmát bemutatni úgy gyerekeknek, vagy úgy akár maga az iparosnak bemutatja, hogy hogyan dolgozik, mit dolgozik, és hogy a kapcsolatokat építeni, a kapcsolatokat, hogy egyre jobban kapcsolatból tud élni az ember. Ha nincs kapcsolat, nem tudja felépíteni épp a vállalkozását, nehezebben tud úgy érvényesülni. A problémák azok amit a médiában mindenhol hangoztatnak, és az ember a saját bőrén érzi, nincs szakmunkás, nincs utánpótlás. Nagyon kevés a kimondott mesterképzés, nagyon kevés fiatalt hajlandó tovább tanulni mester fokozatra, vagy éppen egy olyan, nem is kéne mester, hanem éppen egy olyan szakmát, amiből azt mondom, hiány szakma. Gyakorlatilag most már minden szakmában hiány szakma van. Nem szeretnek a fiatalok úgy. Most mit látnak? A szülő
mit csinál? Dolgozik? Nem dolgozik. Munkanélkül, jó, most már nincs azért munkanélküliség, most már azért elég jól a szakma, a munkaerő hiány miatt azért nagyon kevés a munkanélküli, de a fiatalság nem biztos, nem feltétlenül azt szeretné csinálni, amit a szülők tesznek, szülők folytatnak. És ez miatt nem biztos, hogy az a lényeg, hogy a család szakmáját tovább vigye, hanem próbáljon egy önálló, de próbáljon szakmát tanulni. Nem akarnak tanulni. Nem úgy állnak hozzá, hogy egy jó szakmát, kitalálunk egy jó szakmát, pedig olyan fizetések vannak már a mai napokban, hogy ezzel a pénzzel külföldön is azért meg lehet élni. Az ipartestület több mint 120 éve tevékenykedik Bátaszéken. Együttműködése a várossal mindig is meghatározó volt, és a mai napig is az. Minden települést érintő beruházás esetében a helyi önkormányzat különös figyelmet fordít arra, hogy teret adjon a helyben működő vállalkozásoknak. Bátaszéken az iparosok mondhatni, hogy évtizedek, de talán évszázad óta meghatározó szerepet töltenek be a helyi társadalomnak a szereplői közt. Ugye ez a régebbi időkben nagyobb becsülettel bírt talán, mint napjainkban. Most ez a civil egység, ami talán egyik legnépesebb a városban, kezd újra életre kelni a önkormányzat és a városvezetés nagy örömére. Ami problémát látunk jelenleg az, hogy az utánpótlás az sajnálatos módon elég szegényes felhozatallal bír. Viszont mi igyekszünk a meglévő iparosainkat támogatni. Ugye ez a támogatás, együttműködés, ez egy pár ciklusra ezelőtt kezdődött, amikor az iparos házat, az önkormányzat ugye az ipartestület részére átadta használatra, illetve a helyi adóból azóta is a meghatározott hányad minden évre az ipartestület részére folyósításra kerül. A bálon minden esztendőben többen és többen jelen vannak, jelezve a közösség formálódik. Idén 100-nál is többen vettek részt a bálon, mint ahogy az ipartestület elnöke fogalmazott, ez felülmúlt minden várakozást. Hogy a közös gondolkodás, az együttlét old-e valamit a gondokon, nem tudható. De legalább volt egy este, amikor mindezek feledhetőek voltak, és az önfeledt szórakozásra lehetett a főszerepet. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!